Sziasztok! Spam vagyok, ez pedig itt egy újabb rész a mai elképesztő sztikus 75. vicces Minecraft vlog részben. Egy nagyon egyszerű kis, szinte semmi csillével előadott bugot szeretnék bemutatni. Előjáróban annyit azoknak, akik szeretnék ezt otthon megépíteni, hogy mint látjátok, ennyi az egész, tehát nem kell hozzá semmi, 4 darab elektromos sín, 4 darab sima sín, meg 2 redstone fákja, illetve egy vagy egy jó pár csile. Attól függően, hogy ki milyennek látja ezt az egészet, vagy hogy szeretné látni. Hát tudjátok, mint megmutatom előbb. Szóval azt látjuk, hogy meglökjük a mi kis csílénket, és... Szóval nem tudom, hogy mindenki látja rendesen, de innen oda spanol, onnan meg ide spanol. Tehát nem megy végig, hanem elmegy odáig, ott ide spanol, elmegy odáig, ott oda spanol. Tehát ez így, hogy is mondjam, elég furcsa már, mint amikor én ezt így megláttam, és ez nem csak egy darabnál van így, hanem hogyha mondjuk kettőt elindítunk így egymás után, ahol akik egybe bugolnak, ez mi volt, akkor is azt látjátok, hogy nézzétek meg. Tehát így, ez elég szemületes bug. Igazából semmi extra, szerintem annyira nem tudja bevenni itt ezt a kanyart, mert itt a gyorsító sínek azok így, de mégis azért ez egy elég komoly megoldás, hogy ide erre az oldalra így átviszi, és akkor gyakorlatilag ebből adódik az, hogy egyik oldalról a másik oldalra ugrál, tehát ez így szerintem nem semmi. Minden esetre nagyon szépen megköszönöm azoknak, akik megnézték ezt a videót, illetve azoknak is, akik küldtek nekem bugokat. Nagyon remélem, hogy küldtök még nekem bugokat, mert tudjátok lent kommentbe, e-mailbe, Facebookon, mert mint ahogy ezt már jó sokszor elmondtam nektek az előző két részben, hogy a 100. rész a Minecraft bugokban az én célkitűzésem, amit az elejétől kezdve az volt, és most annyira közel van, hogy szeretném ezt elérni. Tehát gyakorlatilag 25 rész múlva már elérem ezt, és ahhoz képest elég sok, tehát háromszor annyit megcsináltam már, mint amennyi hátra van. Úgyhogy tényleg nagyon megköszönöm azoknak, akik segítenek nekem ebben. Úgyhogy igazából ennyi lenne ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!